A szabadkai német és nem német közösség örömmel fogadta, hogy a helyi Szent Terézékes Egyház ad otthont a német közösség már hagyományos karácsonyi koncertjének. 4 éve indult ez a sorozat, és ez hagyományos sorozat lett minden karácsonykor. A német nagykövetsége rendezésében ilyen hangversek vannak vajdaság szerte. A koncertet megelőzően lázas készülődés folyt a Székesegyház szomszédságában. Ide a zombori németek kuglófok, mézes kalácsok, linzerek, tömérdek és ízes mennyiségével érkeztek. Itt egy komoly előkészület van. Nem csak a koncerttel akarjuk megvendégelni a itteni német kisebbséget, meg a többieket természetesen, mink a koncert után mindig egy fogadást készítünk. Szabadkán vagy mi tudjuk Mária Tereziastad gyönyörű templomában mondaná köszönetet Beretich plébánosnak, hogy beengedett bennünket a jeleslapon Istennek-e szép házába. Beretich, dass wir heute Abend dieses schöne Gotteshaus. Ich danke auch im Voraus allen. Köszönettel tartozok mindazoknak, akik részt vettek a koncert szervezésében, egyben a saját és családom nevében, kellemes karácsony ünnepeket és boldog 2014-es esztendőt kívánok Önöknek. Alles Gute für das neue Jahr 2014. A német nagykövetség jövőre is megszervezi a közösség karácsonyi hangversenyét. Eddig még meg nem erősített információk szerint akkor zombor lesz a házigazda. A péntek esti karácsonyi koncertet a Muzika Viva kórus zárta, előttük Guzsvány Izabella mezzoszoprán, Kuktin Adrián orgona kíséretében szívmelengető karácsonyi dalokat adtak elő német nyelven.